Edzéshez készülődnek a fiatal ukrán labdarúgók az MTK pályáján. Az utánpótlás edzők heti több edzést is tartanak nekik. Andrei Ternopilból érkezett, már 6 éve focizik. Vannak köztünk ternopoliak és kijeviek is. Köszönjük a nagyszerű fogadtatást, jó körülmények között lakhatunk, és az edzési lehetőségek is tökéletesek. A fiatal labdarúgók napi kapcsolatban vannak az otthonmaradt szüleikkel. A szüleink otthon vannak Ukrajnában. Ternopilban is mindennaposak a légiriadók, naponta beszélünk velük telefonon. Itt magas szintű edzéseken vehetünk részt, ha keményen dolgozunk, akkor bekerülhetünk a kezdőcsapatba is. Köszönjük a lehetőséget. Székely Zsolt, a Labdarúgó Akadémia szakmai igazgatója hangsúlyozta, az MTK mindig is egy befogadó klub volt. Jelenleg 60 fiatal ukrán sportolóról gondoskodnak, akik között vannak tornászok, birkózók és kajakosok is. Alapvetően ez segítségnyújtás, tehát ez elsősorban a mi részünkről ennek szakmai előnye nincsen, tehát mi nem profitálunk belőle, úgymond, mi nem fogunk tudni igazolni közülük játékost, akit majd nagy pénzért továbbadunk, tehát nem ez a cél. Ez elsősorban humanitárius tevékenység. A cél az, hogy ők labdarúgók, akik labdarúgók szeretnének lenni majd hosszú távon, és hogyha kiesik az életükből 1 év, akkor vagy 2 év, amit nem tudnak labdarúgással tölteni, akkor nagyon nagy hátrányba kerülnek a kortársaikkal szemben. És mivel tudjuk, hogy otthon az infrastruktúrális helyzet is teljesen tönkrement, illetve hát nincsen apparátus, aki foglalkozzon velük, Ezért ő nekik muszáj volt elhagyni az országot, hogyha tovább akarnak foglalkozni a labdarúgással. A fiatal ukrán labdarúgók kimenekítése a háború sújtotta országból március első napjaiban kezdődött. A Munkácsi Labdarúgó Akadémia gyűjtötte össze Ukrajna egész területéről az utánpótlásban résztvevő fiúkat, akiket ezután szervezetten szállítottak át a határon. Magyarországon a Kisvárdai Labdarúgó Akadémia szervezte az elhelyezésüket az ország meghatározó akadémiáin.